A 444 stúdiójában szeretettel köszöntöm Tölgyesi Péter alkotmányjogász, politológust. Nem meglepő, hogy a 22-es választások előtt kialakult helyzetről, ennek számos ö, mellék körülményéről fogunk beszélgetni, esélyekről, stb. Induljunk szerintem viszonylag távolról. 2018-ban a Fidesz kétharmados győzelme után mondott egy hosszú elemző beszédet a, azt hiszem, hogy az ötvös csoportnak a rendezvényén, amiben azt fejtegette, hogy az Orbán típusú rendszerek, azok nem választáson szoktak, gyakran nem választáson buknak meg, hanem inkább, amikor elfáradnak, vagy a külső körülmények változnak. Na most elfáradni szerintem nem nagyon fáradt el, de ezen persze lehet vitatkozni, viszont a külső körülmények, azok drámaian változnak. Például ugye van egy járványunk, ami hát világtörténelmi léptékű körülményváltozás. Mi most akkor körülbelül a helyzet? Volt-e olyan erős ez a külső körülményváltozás, ami, ami, jelentős mozgásokat indukál a magyar belpolitikai életben is? Szerintem szinte minden megváltozott ahhoz képest. Ettől még egyáltalán nem biztos, hogy választáson ez a rendszer megbuktatható, de, de elvileg megbuktatható. Ami megváltozott gyorsan leltárszerűen, az első belpolitikailag messze a legfontosabb, hogy a, a szavazó közönség ellenzéki része mostanra már annyira dühösen utálja a Fidesz rendszert, hogy nem érdekes, hogy kire, csak ne a Fidesz. Tehát létre van egy olyan, létrejött egy olyan ellenzéki közönség, aki azt mondja, bármi jobb, mint a Fidesz, ide nekem, és nincsenek pártok, nem számítanak a pártok, nem érdekelnek a régi párthatárok, bárkire szavazok. Itt volt ez az előválasztás, teljesen átléptek párthatárokon a, a, a szavazók jelentős része, a győztest kereszték, a reményt keresték, nem a pártok csinálták az ellenzéki Szerintem azek a pártok, ezek hallatlanul gyengék az ellenzéki pártok. Alig van biztos közönségük. Egy, van, amelyik erősebb, van, amelyik gyengébb, de mindent egybevetve hallatlanul gyenge pártok. Mondjuk a Orgyula mszp hez képest, hogy mondjak valami etalomt. Nem ezek fogtak össze. Ezek ugyanúgy elveszekedtek volna, mint ahogy 18-ban, meg 14-ben, hanem lett egy olyan szavazó közönség, aki azt mondja, hogy halál fia, aki, aki veszekszik. Halál fia, aki nem fog össze, halál fia, aki nem adja meg nekem a reményt, hogy legyőzzük Orbán Viktort. Tehát a közönségbe született meg a váltás, ott pedig elementáris erővel. A közönség többségében. Voltak, akik az elején Momentum, Jobbik, akik kísérleteztek valami különbséggel. Ugye mind azt mondták, hogy a Gyurcsányon nem még, nem is olyan régen, de aki ezzel most előállna, azt egyszerűen lesepri az ellenzéki remény és vágy. Ez az első változás, és ez egy nagyon fontos változás, mert úgy tűnt, hogy ez a centrális erőtér, ez nagyon sokáig kitarthat. Emögött voltak valódi objektív okok. Tehát azok a válaszfalakat sem a pártok teremtették, hanem a közönségben voltak valóbi, valódi, élettapasztalatbeli, korosztályos, mi egyéb válaszfalak. Most ezek a válaszfalak omlottak össze. És ez egy nagyon nagy változás. A Fidesz már nincs középen, mert korábban középen volt, ha úgy tetszik. Voltak jobbról is ellenzéke, meg balról is, hanem újra két rendszer van Magyarországon. Nagyon egyszerűen vannak, akik rajonganak Orbán Viktorért, és vannak, akik szenvedélyesen gyűlölik. Két blokkrendszer van újra. Márpedig ez lehetővé teszi elvileg a választásokon való vereséget is. A másik hatalmas váltás, hogy Orbán Viktor eh, folyamatosan eh, brüsszelezett, eh, folyamatosan fellépett a nyugat elitével szemben, bár, bár óvatos duhaj volt eh, mindig, eh, tehát nagyokat mondott, ahogy, ahogy ezt a magyar politikusok csinálták száz évvel ezelőtt is Ausztriával szemben. A, a belső sérelmi reflexeket, amelyek elképesztő erősek Magyarországon, a panaszkultúra és sérelmi reflex, hogy megtanulta sok-sok tapasztalatból, hogy minden kormányt elpusztítanak. A sérelmi reflexeket nem lehet legyőzni, hanem megpróbálta kifelé fordítani. Hogy ő is rendszer ellenzéke legyen, és ő, ő azt mondja, hogy én kormányon vagyok már 12 éve, magam, ő rá húzódna az összes sérelmi reflex, és ezt próbálja kifelé fordítani. Első helyen Brüsszel felé, másodszorban csor a Multik felé, bárki felé, csak ne a Fidesz kormány legyen. Csak hogy korábban is óvatosan játszott valójában, ahogy mondta sokszor, hogy a tetteket kell figyelni, és nem a szavait. A magyar politikushoz illően nagyokat mondott, de közben a kellett visszakozott, ha túl erővel találkozott. De mégis olyan sokat lőtte Brüsszelt, és olyan komoly kihívást jelentette a régi nyugati politika elitek számára, hogy elkezdtek visszalőni. Akik egyébként ugye szintén bajban vannak hazai pályán, és ezért is idegesebbek nyilván. Pontosan, pontosan. Ö, ö, kiderült, 15-ig azt gondolták, hogy Magyarország, hát egy, egy, távoli kis ország, aki, aki nem túlzottan érdekes. Hülyeséget csinál, majd rá fog fázni, majd megérti, saját baja lesz. De aztán 15-ben két nagyon fontos dolog történt, az egyik a Trump megjelent, úgy tűnt, hogy még a, a, a republikánis konvenciót se tudja megnyerni, aztán megnyeri, és aztán elnök is lesz, és ugyanez a Brexit-tel is ismétlődik. És ekkortól a nyugati elitek kezdték azt érezni, hogy ez a mese, ez a Magyarországról szóló mese, ez róluk is szól. Tehát valami hasonló történik a saját hazájukban, mint ami nálunk Magyarországon. Elkezdtek egyre többet hivatkozni Orbán Viktorra. Orbán Viktor a nyugati világon belül az egyik, hanem a legfontosabb ilyen kihívó lett. Ugyanis kormányon van. Van olyan kihívó rengeteg, most próbálja Orbán Viktor megszervezni a szövetséget, de egy sincs tartósan kormányon. Orbán Viktor viszont ott van. A, a nyugati mainstream elitek kezdték megismerni a tehetségét is. Az amerikai-angolban először ugye tulajdonnév volt Orbán Viktor, már, már igen, melléknév, mi egyéb. Bármi probléma van, ki kell vonulni az Egyesült Államoknak a Afganisztánból, akkor rögtön az első reakcióban az van, hogy ebből nagy baj lesz. Tucatnyi Orbán Viktor fog jelentkezni a, a sok menekült miatt írja a New York Times. Rögtön az első nap hihetetlen mennyiségű a hivatkozás, de a, hogy röviden mondjam most, erre biztos visszatérünk később, elkezdtek a régi nyugati elitek visszalőni még csak módjával is ritkán, de nekik sokkal nagyobb az ágyújuk, meg sokkal nagyobb a fegyverük. Ha csak módjával lőnek, már az is megváltoztatja a külpolitikai helyzetet. És az megváltozott a külpolitikai helyzet. Mit tudom én, van ez a friss pandémiával összekötött EU-s támogatás, és ez például úgy néz ki, hogy a választásokig nem fogjuk megkapni. Őszintén szólva azt gondolom erről, hogy nem igazán szabályszerűen nem kapjuk meg. Tehát eddig mindig megkaptuk, a, a, a Olaszországban is zűrök vannak, és korrupció, meg mindenféle, az olaszok mégis megkapják, meg, meg hogy, hogy nem, 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 nem teljesen korrekt itt az unió fellépése, de nem számít, háború van. Háborúban, hogy mondjam, a győztes számít, és nem, az, nem a, a, a feltétlenül a konkrét tárgyi igazság. És van, van a, a, a harmadik nagy változás, ami, ami a kérdésben szó esett. Magyarországon egy nagyon komoly gazdasági konjunktúra volt 14 és 19 között. Az ellenzék nem szívesen hall erről. Az ellenzékiek azt szokták mondani, minden rossz Magyarországon. Orbán Viktor az ördög, az ördög még, még véletlenül se tehet rosszat vagy jót. Ő, ő neki csak gonoszságok fűződnek hozzá, most ehhez képest az összes adat tény azt mutatja, hogy egy, egy nagyon jó konjunktúra van Magyarországon. Könnyen lehet, hogy az én felnőtt életemben a legjobb. Na most ennek lett vége a pandémiával. Tehát 19 még nagyon jól sikerült, 20 az már visszaesést hozott, ugyan most 21 egy javuló év, de még hogy jöhet negyedik hullám, ötödik hullám, mit tudom én, micsoda. Hát meg uh, ugye nagyon alacsony bázisról, mert tavalyi nagy visszaesés volt, és onnan megyünk vissza. Szóval nem 19 van, Igen. hanem egy, 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 egy olyan helyzet, ami bizonytalan, és, és csomó ágazatban tartós baj van. Itt van például a Budapesti idegenforgalom, ami száguldott de özönlöttek egy-két napra a külföldiek, legénybúcsútól kezdve minden ez az iparág például fulladt szinte teljes egészen, és ki tudja, mikorra lesz újra belőle. Tehát, és nagyobb baj, hogy a járműipar sem nagyon talál magára, ami azért az országnak egyik mi, legbiztosabb export. Mindenféle hiány van ott, meg csip hiány, meg, meg, mindenféle okozza a, a, baj. Tehát nem olyan, nem olyan kiegyensúlyozott a gazdasági helyzet, mint 19 előtt volt. És ehhez tevődik még egy dolog, hogy én Orbán Viktoron a legkisebb elfáradás jeleket nem látom rendületes, erőteljes, pocakot ugyan növeszte, de, de erő van benne. Messze innovatívabb és kreatívabb, mint az ellenzék. Az ellenzék szinte más sem mond, mint Orbánoz, és én régóta azt gondolom, hogy az Orbánozás elbutítja az ellenzéket. Uh, és az ellenzéki sajtót is, hogy, hogy tegyek még egy ilyen kitételt. És uh, uh, jóval kevesebb az innováció. A Fidesz old, az Orbán Viktor oldalán több az innováció megítélésem szerint, de akárhogy is Orbán Viktor 12 éve lesz miniszterelnök. Na, ilyen tájt szoktak. Nem a feltétlenül a miniszterelnökök kreativitása elfáradni, hanem inkább összegyűlik rengeteg baj. És azt nagyon könnyű összekötni a politikussal. Magyarországon aztán különösen. Tehát nem véletlenül, hogy a Netanyahu például pont 12. évben szállt el. Nagyon szorosan. Ott is felvetődött, hogy nagyon nehéz leváltani. Ugye négy választás kellett, mire, mire sikerül, de pont ugyanennyi időben. Tehát egyszerűen a 12 év nagyon sok. Összegyűlik egy csomó olyan elégedetlenség, ami nem feltétlenül a miniszterelnök a felelős, de, de már összegyűlik. Magyarországon Betlen István 11 év után e, fáradt el, úgy tetszik, ebben az értelemben. E, és korszakalkotó politikus volt, ugye a későbbi időket is igen nagy az a szerkezet határozta meg, amit ő, ő, ő létrehozott, de, de mégis soha többet nem lett már miniszterelnök. Most e, ez, ez, a, ez, a, négy dolog, de még sok kisebb másik is összegyűlt, és szerintem olyan helyzetet teremtett a Fidesz számára, ami még sose volt. Eddig egy állóháború volt, hogy előre meg lehetett mondani nagyjából, hogy mi lesz a választás eredménye. Az, hogy lesz-e kétharmad vagy se, az ugye véletlenen múlott. Egy-két mandátummal volt meg mindig a kétharmad. De az, hogy a Fidesz nyerni fog, akkor nem nagyon lehetett. az ellenzékben mindig megvolt a bágy, hogy most, most győzni fogjunk. A karácsony Gergely már akkor is azt mondta négy évvel ezelőtt, hogy oda fog biciklezni, mint miniszterelnök majd a következő kormányhoz, de ez ugyanolyan erőteljes állítás volt, mint most a plakátait. De most bármi lehet. Tehát azt képzelem, hogy ebben a helyzetben elvileg bármi lehet az eredmény. És ennyiben új a helyzet, egy állóháború volt, és most megmozdult a háború. Ha a Fitesz netán győz, és győzhet, ő az esélyes jelenleg, akkor se lesz újra állóháború. Egyszer ezek a frontok, amikről előbb beszéltem, ezek pusztán a választástól nem fognak eldőlni, és nem fogja tudni visszaállítani ugyanazt a hegemóniáját, mint ami volt. Persze az ellenzéknek nagy tragédia volna már megint. Veszi. De ettől még ezek a, a krízis elemek, amik a Fidesz körül ott vannak, azok, azok tartósabbnak látszanak. Nem lehet az, hogy valami hasonló érzékcsalódás jön létre ellenzéki oldalon, mint ami 2018-ban is létrejött. Egyébként szintén Márki Péter személye indította el, ugye az ő hódmezővásárhelyi győzelme, azt, hogy ott hirtelen mindenki úgy érezte az ellenzéki oldalon, hogy hát most itt meg lehet fogni a Fideszt, le lehet váltani az Orbán rendszert, holott igazából objektíven nézve a rendszer nagyon stabil volt, kézben tartotta mindazokat az intézményeket továbbra is, amik hát eleve lehetetlenné tették azt, hogy igazából egy fair választási küzdelem legyen. Szerintem a rendszer azóta nem gyengült, most nem lehet, hogy megint egy ilyen érzékcsalódás felé tart az ellenzék. Aztán volt is utána nagy letargia ellenzéki oldalon, amikor a kétharmad bejött. Meg gyászmunka, meg, meg, Igen. meg, meg minden. A, 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 a való igaz. Tehát ami elhangzott, való igaz, még engem is megtévesztett akkor a Márkizának a Hódmezővásár győzelme. Most Hódmezővásárhely az egyik legerősebb bástyája volt nagyon régóta a Fidesznek. Igen. Hódmezővásárhely, mint település, egy régi paraszt köztársaság, egy gazdaköztársaság. Tehát gazdaparaszti virág van, ha valami nagyon jó a Fidesznek, pont ez. Tehát például 98-ban egyetlen egy körzet dölt el már az első fordulóban. Országgyűlési választásról beszélünk. A a hódmezővásárhelyi. Tehát az összes többi a második forduló ment, ott a polgármester e, szépen és erőteljesen győzött. Egy nagy darab, e, szép nagy e, hódmezővásárhelyi magyar ember. Szóval summa summarum, az, hogy ott tudod győzni valaki, az még engem is, e, hogy olyan túlzottan befolyásolt az ítéletemben. A az, az márkizai jelenséget e, úgy látom, hogy valami olyasmi történt, ami csoda, hogy nem következett be korábban Magyarországon. Uh, tele van a világ azzal, hogy a régi politikai elitekbe nem bízik a közvélemény. Semmiben, ami régi. Tehát ez nem pusztán a politikára vonatkozik, hanem nem bízik a mainstream sajtóban, nem bízik a tudósokban, nem bízik semmiben, ami elit központú. És előjött az egész világon, tehát az Egyesült Államoktól kezdve Romániáig, mindenütt egy elitellenes uh, politika. Sokszor egy-egy személy képében, de nagyon sokszor új pártok képében. Most Magyarországon elég nehéz pártot csinálni. Sok oka van, vannak intézményes oka is, de van olyan is, hogy a magyarok egyszerűen nem, nem hajlandók pártoskodni, nem hajlandók személyesen részt venni, nem hajlandók a saját reményeiket, vágyaikat úgy beletenni munkával, pénzzel, mi egyébbel, és ezért nagyon nehezen jönnek létre új pártok. De várható volt, hogy ez Magyarországon is beköszönt. Most Márki Zaj Péter személyével ez, ez berobbant a, a, magyar politikába, és félre söpörte a régi ellenzéki konstrukciókat. Megdöbbentő sikeres volt az előválasztáson. Tehát ha belegondolunk, hogy nem volt mögötte valódi erőteljes pártháttér, már az csoda, hogy bejutott az első három közé. Ugye favoritnak a Karácsony Gergelyt látta mindenki, a Karácsony Gergely megtört, nem, Márki, nem Zajmárki Péter törte meg, hanem Orbán Viktor. Tehát azt a hatalmas támadás sorozatot, amit a Fidesz indított csomó elemmel, az egyszerűen nem bírta el már azt a terhelést a főpolgármester, is félreállt, pedig kevesen álltak volna félre, hiszen mégiscsak vezetett, és óriási pénz, fegyver, paripa, értelmiségi támogatás volt mögötte, és mégis félreállt. Döntően szerintem azért, mert, mert, már nem bírta tovább a hatalmas terhelést, de ami aztán különösen erős, hogy az ellenzék legerősebb pártját is fölényesen legyőzte. Különösen azokban a körzetekben, ahol gyorsan jár a posta, főleg Budapesten, a budai zöldövezetekben például, ugye 75-80 százalékot kapott egy egy ö, 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 vidéki középvárosi polgármester. Ez szinte hihetetlen. Kingát akkor. Emlékszem úgy fogalmazott az előválasztás estén, a második forduló estén, hogy egy Dobrevelenes népszavazásban. Ezekben a körzetekben egyértelműen. Tehát ha valaki 80%-ot kapjon a 12. kerületben, Hódmezővásárhelyi polgármesterként, az nem semmi. Most tudni kell, hogy ezek a budai Zöldövezetek nagyon jobboldali körzetek. Tehát polgármester választást itt már nyert a baloldala, a 12. kerületben is volt mikor nyert, de országgyűlés még soha. Tehát, hogy itt megfordul így a közvélemény, azért az jelent, jelent valamit. A, a zajmárki Péter fő ereje, hogy nem az elitek nyelvén szólal meg, hanem úgy beszél, úgy nyilatkozik, ahogy az átlag ember beszél. Otthon, a családjával, a barátaival, a munkahelyén, ha akarom a kocsmával. ugyanazokat a tételeket hozza elő, az emberek jelentős része önmagára ismer. Most ez az ilyen típusú politikának a legfőbb titka. Keveset tudunk róla, tehát nem tudjuk igazán, hogy milyen országos méretű politikus lenne. A többiek ugye már régebben óta ott voltak az országos politikában. Ő új, új fiú, és a helyi politikai szerepje volt, de ez is előnye volt. Ilyen helyzetekben azt mondják a közönség egyrészt, hogy az eliteket nem szeretjük, ismerjük, tehát jó nem lehet, nem ismerjük, hát biztos jó lesz. Hát biztos, biztos jó lesz. A, a, a hétköznapi ember világnézete olyan, mint a, a, a zajmárki Péteri. Tehát ellentmondások vannak benne, vita, szakértő számára hallatlanul vitatható elemek, de a bizonyos értelemben ez a titka. Ezt teszi azonos hullámhosszra az átlag emberrel, és ez az áttörés, ami szinte az összes nyugati demokráciában, sőt keleten is bekövetkezett, hogy ilyen politikusok jöttek elő, ez volt a döntő ok. Zajmárki Péter tartalmilag sok tekintetben nagyon-nagyon más, mint a Trump. De a Trump jelenségnek ez volt a lényeg, az elitellenesség volt a, lényege. Egyes országokban baloldali politikusok csinálnak ilyet, mint ez az a, a Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, 5 csillag mozgalom, Sziridza, Podemos, más országban meg jobboldaliak, a Boris Johnson, Trump. Tehát nem jobb baloldaliság számít. Ahogy Zajmárki Péter mondja, nem jobb és bal, hanem fent. Pontosan, ez, ez úgy mondjam, az legszebben illusztrálja, hogy, 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 hogy ki is ő. Most a, 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 problémám a jelenséggel az, hogy megváltást ígér ez a politika, de sehol se hozott megváltást. Tehát vannak olyan esetek, hogy azt mondanám fél siker, fél darc, mert a Macron is, a francia Macron is igen nagy részt ebbe a kategóriába tartozik. Félig meddig, mert ő azért miniszter is volt már, és a régi politikai tagja, de azért mégis egy új hullámos valaki volt. De ő még a legjobb eset, tehát ő nem vezetett rossz körülményekhez, de a többiek általában egy ciklusra vannak. Föllángol körülöttük a világ, aztán elmúlik a, a lángolás. Most nem tudjuk, hogy a magyar eset melyik, de a magyar közvélemény is látszik, hogy hosszú ideje, különösen az ellenzék vágyott egy ilyen szereplőre újra és újra feltűntek ilyen rövid életű hősök az ellenzékben, akiről sokan azt gondolták, hogy hú de jó lenne, ő lenne a miniszterelnök jelölt. Mennyivel jobb, mint az ismert arcok. Aztán három, négy, hét hónap után egyszerűen elmúltak. Sokszor a nevükre sem emlékszünk már. De most itt egy elég ellentmondásos helyzet lesz azzal, hogy, hogy már kizaj lett ennek az ellenzéki tömnek a vezetője, és ugye ő maga is azt mondja, meg sok elemzésben is ez jön elő, hogy tulajdonképpen egy ellenzékváltás, ami 2018-ban elmaradt, és egyébként látszott is, hogy az ellenzéknek ebből vannak problémái. Tehát, hogy egy ellenzékváltást hajtott végre, de úgy, hogy valójában ugyanaz az ellenzék van alapvetően mögötte, hiszen Ugye ennek az ellenzéknek a legerősebb pártja mégiscsak a demokratikus koalíció, amelyik azért ennek a posztkádári baloldalnak egy utódpártja, utód-utódpártja. A jobbik az már egy újulámos párt, de szóval, hogy igazából a struktúra mögötte az azért a régi ellenzék. Valamelyest volt változás, tehát például, már megint ezekben a budai zöldövezetekben nem csak a Dobrev Klára ellen volt népszavazás, hanem a Gyurcsány párt összes jelöltje ellen is. Ott másod meg a momentumosok jöttek be. Tehát jól látszott, hogy a népszavazás a népszavazása fő erő. Bárkit beszavazok, akinek van, akiben látok némi esélyt, csak ne a Gyurcsány párt legyen. Volt, volt bizonyos helyeken. Tehát a 11. kerületben, 12. kerületbe következett be ez, amiről beszélek. És pont itt volt a legnagyobb győzelme az egész országban. Ott mezővásárhelyet leszámítva. És egyébként a, ezeken a, a helyeken zárkinek. is van esélye az ellenzéknek egyéni körzetében inkább inkább buddhizmát. Tehát, a... tehát, tehát vigyáznék azzal, hogy a, gyur, a Gyurcsánypárt ereje. A Gyurcsánypárt nagyon erős volt, és most is jelentős tényező, és a kérdéssel alapvetően egyetértek. Tehát ez inkább csak egy ilyen ö, ö, szofisztikai finomítása volt a dolognak, tehát van némi változás az ellenzékben, de tény, hogy döntően a régi pártokra alapozódik, és ez önmagában egy ellentmondást visz be a dologba, de az az igazság, hogy ez csak akkor fog kiderülni a választók számára, ha győz az ellenzék. you A számomra az egyik legmegdöbbentőbb dolog, hogy az ellenzéki sajtó mennyire nem foglalkozik azzal, hogy mi lesz győz az ellenzék. Evidenciának veszi azt a tételt, hogy ha nincs Orbán Viktor, akkor Kánaán lesz. Most én élő tisztelettel megkérdezném, hogy hát miért gondolja ezt az ellenzék? Mi az igazolás erre? Ezeknek a szereplőknek egy része kormányzott már Magyarországon, és az, az, nagyon rosszul sikerült kormányzás volt. Tehát az adatok sokaságát tudnám mondani, hogy, hogy, hogy negatív volt. <Sz> é, és é. még egy olyan intézményrendszerben, ami még a sima hatalomváltáshoz volt kitalálva. Ez az intézményrendszer pedig ma már 12 év Orbánizmus után nem működik, tehát szembe kerül ráadás egy olyan intézményrendszerrel, ami már Orbán Viktor alá van valójában szervezve nagyon nagy részben. Ez, 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 ami, ez ami, most ez, ezt az ellenzék érzékkel is erről sokat foglalkoznak, Igen. hogy hogyan kell foglalkozzunk majd vele. Őszintén szólva én inkább a világváltozásától ö, félek, az a ciklus ugye jelentős részben a 2008-as válság előtt volt. És igen nagyrészt a kádári reflexek vitték bele egy olyan hibás pályába a magyar baloldalt, illetve a baloldali értelmiségeliteket, amelyek, amelyek elpazaroltak egy óriási történelmi esélyt. Ugye két ciklus nyert meg akkor a baloldali bok. Ki kell, hogy mondjam, akkor is ezt mondtam, hogy történelmi esélyt kapott arra, hogy ő konszolidálja az új Magyarországot ezzel a két ciklussal. És ehelyett volt egy buta kádári osztogatással kezdték. Rögtön a legelején, és ezzel az egész nyolc évüket tönkretették minden intézményrendszer ellenére. Most azóta a világ irtózatosan megváltozott. Dögol mondta valamikor, hogy a nyugatnak az aranytartalék az angol száz demokráciák. Ugye a Napóleonnal szemben is, de főleg az első és a második világháborúban jött az Egyesült Államok is segített, mint aranytartalék. És most ez, a, ez, a, ez az új válsága a demokráciáknak, ami, ami 2008-al indul, de teljesség 2015-ben válik, pont a két nagy angol demokráciát kezdi ki jelentős. Az a gyanú, hogy Németországban némileg jobb a helyzet, mint az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban rendkívüli a polarizáció. Már hideg ezt a szót használja a New York Times szerzője, hogy hideg polgárháború van az Egyesült Államokban. Tehát megváltozott a világ is. Tehát mindenütt megjelenik, ha úgy tetszik, a dolgok olyan kezelése, ami kilép a demokratikus keretek közül. Tehát a magyar ellenzéki mondanónak a másik gyengéje, hogy úgy írják le az Orbánizmust, mintha val vala egy, már egy fiatal kolába zsarnoki, meg, meg, meg korrupt természetű ember egyszerűen elrabolta volna Magyarországot. Most a világon mindenütt ez a trend indul el lehetőségként. Tehát az én félelmem nem annyira az, hogy mi történik azzal a Fidesz, mit fog majd csinálni, foglalkozzunk vele. Tehát nem ez a félelem is létező, hanem az, hogy a mostani helyzet nem kedvez a demokráciáknak. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól működő demokráciát, olyat, ami egyértelműen jól működő demokrácia, egy-két kis országot leszámítva, én nem is látok a világon. Tehát vannak nagyon, na, vannak súlyos válságban levő demokráciák, meg rosszul működők. Tehát Németországban azt képzelem például, hogy valószínűleg Merkel asszony volt a, a nagy kancellárok sorában az utolsó. Tehát az a középről politizáló bölcs kiegyenlítő kancellár valószínűleg vele lépett ki az időkből, és félek, hogy ott is ez a hárompárti koalícióval válság és bajok fognak ellen. de Nem véletlen, hogy abba is hagyta. Ha akarta volna, folytathatta volna még egy ciklusra, és talán még győzött is volna. De, de nem véletlen, hogy úgy érezte, hogy még mandátum se kell, hogy kiszáll a, kiszáll a dologba, és nincs folytatás. Ugyan Merkeli gesztusokat próbálnak felmutatni, de nincsen folytatás. Tehát amitől én félek, hogy bárkiből lehet olyan rendszer folytatója, mint az Orbáni. Baloldaliból is. Nem csak jobb oldaliból lehet. Egyszerűen a helyzet kiállt afelé, hogy nem demokratikus úton próbáljunk megoldást találni. Sajnos a régi tapasztalatom, hogy Magyarországon nagyon sok szereplő ellenzékben rettenetes demokrata. Amint hatalomra kerül, már egyáltalán nem az. Uh, hogy, hogy hozzak rá példát, 94-ben győz a baloldali blokk, és az első lépés a helyi választási rendszer átalakítása és mit tesz Isten, mit csinál, a kétfordulós rendszerből csinál egy fordulósat, hogy, hogy nem, és bevezeti a közvetlen polgármester választást, ami hallatlanul elényes. Mind a kettő a baloldali blokknak, és főleg az ezdésnek nek előnyös. A, a, a Fidesz ugyanezt megcsinálja. A Fidesz mindig nagyobb léptékben nyúl hozzá a dolgokhoz, még jobban belenyúl a választási rendszerbe, de úgy tutsz, úgy, ha, ha, ha belenézünk, az a 94-es módosítás tartalmilag is előzménye, a 2010 utáninak. Ugyanazt a technikát alkalmazza például egy forduló, két forduló. Ugye a baloldali blokk már kész volt, a másik oldalon, a jobb oldalon meg nem sokára öt frakció áll szemben a, a baloldali blokkkal. Erre, erre, építi ezt a egyforduló, kétforduló dolgot. Tehát summa summarum, én nem, 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 veszem evidenciának, hogy a baloldal, demokráciát akar csinálni, és erre akar állítani dolgokat. Könnyen lehet, mivel a helyzet az egész térségben sorra ilyen típusú rendszerek születnek, és mondom, a nyugati országok is egyáltalán nem biztos, nem vagyok erről meggyőződve, hogy így van. Most ezen túl persze ezek az akatályok is megvannak, de, és hát a, a, Fidesz, van ott egy mítosz is, hogy úgy átírta az alkotmányt, hogy az elviselhetetlen. Na most a Fidesz 3-4 ponton súlyosan átírta az alkotmányt, és körülbelül 300 -on aprón. De alapvetően nem a szöveget rontotta le. Előírt mindenféle ilyen szimbolikus dolgot, de a szöveg igen nagy részt 89-es alapokon van. Amit a Fidesz csinált, az az volt, hogy egy hatalmi piramisban rendezte az országot, a jogszabályok fölött. Mindenütt az Orbán Viktornak személyébe elkötelezett emberek vannak. Az összes hivatalban minden. Teljesen mindegy, hogy mi van előírva, hogy független vagy nem független, hogyha az Orbán Viktornak mélyen és személyesen elkötelezett emberek vannak. Tehát mondom még egyszer, vannak nagyon sok, tehát több száz probléma van, és van köztük néhány nagyon súlyos az alkotmánybíróság körül. Például egy csomó hatáskörét elvesztette az alkotmánybíróság. Tehát gazdasági ügyeket addig még az államadosság nem érje el az 50%-ot, nem is tárgyalhat. Tehát vannak olyanok, amik jogi természetűek, de döntően a hatalmi piramisa eh, probléma, ez egy létező probléma. A, 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 ugyanakkor ez, ez azért azt is jelenti, hogy van hatalommegosztás. Tehát az, a, az az ellenzéki feltevés, hogy, hogy ha győzünk, egyszerű többséggel, akkor mindent elveszünk a Fidesztől, ez, ez is kizárólagos hatalomra törés. Ez azt jelenti, hogy mindenhol betesszük a saját embereinket. Ez biztos, hogy a magyar demokráciát fogja építeni? Vagy csak az egyik oldalnak a, a győzelmét mondanám én. Simán okozhatja az egyik oldalnak a, a, a győzelmét is. Tehát nem látok arra eleve, meg, tudom, hogy szentségtörő dolgokat mondok. De nekem szokásom a szentségtörő dolgokat mondani. Tehát én nem látom, nem látom egyértelműen azt, hogy, hogy nem folytatódik ez a történet, csak más szereplőkkel. Folytatódhat ez a történet, azért, mert válságban van az tehát azok a stabil demokráciák, amik az 50-es, 60-as, 70-es években voltak, azok az egész világon válságban vannak, a legfejlettebb, legszilárdabb országokban is, és nincs olyan nyugati minta, ami, ami közvetlenül követhető lenne. 89-ben azt hittük, hogy van, én magam is azt hittem, most nincs ilyen. Tehát mit tudom, amikor a Biden elnök lett, akkor csomó mindenről azt gondoltam, hogy ez egy jó kísérlet rengetegről kiderült, hogy melléfogás. főleg amiket gazdaságban, gazdaságban lépett. Ugye megint egy standard állítás, hogyha így mennek a dolgok, ebből egy nagyon csúnya bukás lehet, és visszajött akár a Trump is szélsőesedve. Tehát ez is bekövetkezhet Magyarországon, de azt az ellenzéki tételt minden kérdőjel meg megfontolás nélkül én egyáltalán nem fogadnám el, hogy önmagában az ellenzék győzelme az azonnal a demokrácia helyreállítását jelenti. Sajnos az ellenzék győzelme jelentheti, jelenthet káoszt egyfelől, erről se beszélünk eleget. Tőlünk keletebbre kétféle állapota van az országoknak. Vagy hierarchikus, orbánszerű, vagy annál is messzebbre vitt, ugye? Nem, az orbán rendszer nem putyin rendszer. Itt nem tartóztatják le az embereket, nincs cenzúrázva az internet. Csomó szabad mozgás van. Ez egy plurális ország, szemben Oroszországgal. De tőlünk keletebbre, már Ukrajnában is, vagy ilyen hierarchizált rendszer van, ami sokkal erőteljesebben kézbe tartja a társadalmat, vagy káosz van. Nincs harmadik út. Tőlünk, velünk egy régióban rosszul működő demokráciák vannak, azok a jók, ahogy tetszik, és tőlünk nyugatra meg válság van. Most ebben olyan könnyedén én azt nem tudom elfogadni, hogy, hogy pusztán azzal, hogy bedobunk bárkit ellenzéki színekbe, minden bajunk kánálszerűen megoldódik. Az annyit jelent, hogy kinyílik egy ajtó, és elkezdőd, megnyílik a remény, és elkezdődhet valami de szakadék van mindenütt. Tehát őrült könnyen bele lehet zuhanni egy, egy szakadékba, és az, hogy most erről egyáltalán nem beszélünk, az, az tudom, hogy az ellenzékiek szemébe szentségtörés, mert az azt jelenti, hogy esetleg segíti az Orbán Viktor megmaradását, amiket én itt mondok, és ez már abszolút Orbán barát árulásnak tűnik, amiket mondok, és nem azt mondom, hogy fantasztikusak vagyunk hajrá előre, de azt képzelem, hogy Magyarországnak Ebben a 30 évben az első számú károkozója a erős polarizáció, a dühös szembenállás és a, a, a dühös kétblokkrendszer volt. Fucsát fogok megint mondani, nem a korrupció okozta a legnagyobb gazdasági kárt Magyarországon, hanem ez a polarizált háború szembenállás. Hogy angyalok és ördögök vannak szemben ebben a logikában. Az egyik oldalon, mindegyik oldalon én vagyok az angyal, és a másik oldal az ördög. Na most sosem angyalok és ördögök álltak szembe. A halottakról már kezdünk reálisan beszélni. Antal József kép már nem olyan, mint még életében volt. Attól, hogy meghalt rögtön, már lehetett róla ö, értelmesen beszélni. Én azt képzelem, ö, azt a ciklust például, amire előbb beszélgettünk, arról a, a megyesivel kezdődő és Bajné Gordonnal végződő nyolc évet, igen nagy részt az a, a, dolog tette tönkre, hogy bárnyáron le kell győzni a jobb oldalt. Ez mindent megelőző prioritás a baloldali kormány azért szaladt bele azokba a végzetes béremelésekben, nyugdíjemelésekben, amik túlterhelték a, a, költségvetést, mert úgy érezte, hogy a fogyasztás növelésével több pénzt az embereknek e, volt ugye az MSZP plakátján. Ez a, ez a szlogen és ez a valóság, amit költségvetési eszközben megvalósított, kádári módra a fogyasztással próbált legitimitást teremteni. Én akkor megnézegettem a régi magyar statisztikákat, hogy volt-e ekkora béremelés Magyarországon. E, volt, 57-ben. Akkor is hitelből. Akkor is hitelből. Tehát ez abszolút kádári dolog volt. De ezt miért csinálta? Mert félt, att, kicsi volt a többsége, és félt attól, hogy, hogy, hogy visszajön a, a jobb oldal, és, és ez egy polgárháborús eszköz volt, ha úgy tetszik. És alásta az egészet. A, 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 olyan 2006 után a nyugati sajtó azt írta Magyarországról, hogy Magyarország görög útra lépett, Európa legszerencsétlenebb országainak az egyik lett. Ugye a legkisebb növekedésünk volt az egész térségben, hogy mondjak, ez a nagy lemaradásunk Szlovákiához, meg a Visegrádiakhoz képest ebben a ciklusban volt. Szlovákia 2004 és 2019 között 29,5 kal nőtt, Magyarország 2,5 kal nem a korrupció okozta ezt. Az akkor is volt korrupció, hanem ez. A hibás de? gazdaságpolitika a blokkszerű szembenállás miatt. Igen, de hát ez, ezek a szembenállások, ezek mindig úgy kezdőnek, hogy a másik visszaüt. Tehát, hogy itt is mind a két fél, ugye most a baloldal rendszeresen Orbán Viktor polgárháborús retorikáját, amit a 2002-es elveszített választás után rögtön elővet, a jobb oldal, a baloldal, nem tudom én, hasonló megnyilatkozásait veszi ilyenkor elő, tehát hogy ebből igazából hát egyrészt nagyon nehéz kilépni, másrészt pedig nem, én azt szinte reménytelennek látom, hogy egy ilyen szituációban, amikor az egész világ tart ebbe az irányban, majd pont most fordítunk tudnánk mi fordítani a, ezen, a, 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 ezen a helyzeten? A, 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 milyen egyetértek. Tehát, hogyha megnézzük a történelmi könyveket, ilyen drámai polarizációban, nálunk sokkal előradottabb a polarizáció, 30 éve tart. Magyarországon a publicisztikában idegpolgárháborúnak mondják, ebből kilépni általában nagy traumával tudnak kilépni az országok. Tehát pusztán a jó akarattal nem pusztán a jó akarattal nem, de már elnézést, én vagyok már olyan öreg, meg olyan sokszor láttam Karon Varjút, hogy én nem hiszem azt, hogy az egyik fél, az egyik oldal teljes győzelmével pusztán ettől kilépnénk. Ez már volt sokszor. Győzött egyik oldal, másik oldal is. Meg kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktor rengeteget tett azért, hogy ez fokozódjon. Tehát már sokkal rosszabb a helyzet, mint tíz évvel ezelőtt volt. Tehát az Orbán Viktor ezzel a hatalmi piramissal, amivel egybefogja a társadalmat, egyfelől stabilitást adott az országnak, és ahhoz kép Képest, ami előtte volt csomó sikert, megint gazdasági sikert főleg, de más sikert is adott, de másfelől ez a piramis egyrészt eltért a nyugati megoldásoktól, ami a nyugatnak jó időkben óriási sikereket hozott, de ennél is fontosabb, és közvetlenül politikailag, hogy aki benne van a piramisba, az a jókhoz tartozik. A pénzparipát fegyvert megérdemel, közbeszerzéstől kezdve, állásokon át, kulturális tisztségeken át előnyben részesül, aki pedig nem tartozik be, az, az az ellenség, az kiszorítandó ellenség. Semleges olyan nincs. A rendszer a semlegesekből nagyon hamar ellenfelet csinált, az ellenfelekből, dühös ellenfeleket, a dühös ellenfelekből meg halálos ellenfeleket. Tehát ezt az ellenzéki egységet, ha akarom, igen nagyrészt a Fidesz teremtette meg. A Fidesz isten igazából kísérletet setett arra, hogy valami élet lehetőséget kapjon az, aki nem tartozik be a talmi piramisban. A sokat emlegetett konszolidáció, most jön a konszolidáció, és azóta jön, 2010 óta jön. Én valamikor folytában... 2004-ben azt, írt, azt írtam egy cikkem tetejére, hogy a konszolidálhatatlan teljhatalom. Pont ezt az ellentétet fölmutatva. Orbán Viktor háborús, polgárháborús politikusnak mutatkozott, és a hasonlatom kicsit furcsa lesz, nem Betlen Istvánnak és bizonyos értelemben Kádár Jánosnak. Tehát itt a döntő elemnek azt tartom, hogy egy olyan rendszer, ami fékezni akarja a táborán kívülieket, annak valami életlehetőséget kell adnia minden magyarnak. Tehát minden magyar azt ér, a túlnyomó, persze mindegyik nem, de a túlnyomó részének azt kell érezni, hogy van jövője ebben a rendszerben. Érdemes igyekezni. Na most ez a rendszer nem adott ilyet, sőt, ugye három hetente elnyelt egy újabb intézményt. Ugye ott voltak az ön, régen, valamikor az önkormányzatoknál volt az összes elsőfokú közigazgatási hatáskör, az egész közoktatás és az egész kórház, meg minden csoda. Ezt mind elvették az önkormányzatoktól, államosították, ha úgy tetszik, beletették a hatalmi piramisba, és az önkormányzatok ezt mind, -mind elvesztették, pénzzel, mindennel együtt. Aztán, aztán jöttek az akadémiai intézetek, csak úgy vaktában mondom őket, most az egyetemek, a, a sajtóban is újabb és újabb lapokat nyelt le a Fidesz, sikeres, sok-sok rendelkező. Pénzügyileg Magyarországon nagyon nehéz újságot csinálni, pláne, hogy az internetes sajtó ingyenes, nagyon nehéz, pláne egy olyan reklámpiacon, amit ahol a Facebook meg a Google elviszi a reklámbevételek jelentős részét, de, de állandóan azt lehetett enni, hogy a Fidesz fenyeget, folyamatosan lenyel újabb területeket, és ahol lenyelt, ott annak, aki nem Fideszes, egyszerűen nem nő, nőfű. Ez mindenkiből, vagy nagyon sok emberből dühös ellenzéket csinál. Tehát a, a, ha ha kérdezi, hogy mi az az egyik fő ok, ami miatt lett ez az egységes ellenzéki közönség, Orbán Viktor saját magának csinálta. Volt idő, mikor azért úgy, ahogy gondozni próbálta az ellenzéket. Volt, mikor az egyes ellenzéki pártokat locsoltat, Mit tudom, mikor a népszavát megsegítette, akkor némi gesztust tette az NSZP felé, és a Jobbikot megütötte, de ennél sokkal erősebb volt ez a folyamatos térfoglalás, ez a folyamatos fenyegető térfoglalás, ami egyszerűen lehetetlenné tette, egy normális országban való működésre ne kelljen, ne kelljen besorolódnom se a piramis alá, se az ellenzék alá. A legtöbb ember ez nem akar se ide besorolódni, se oda, hanem szeretne orvos, tanár, köműves, asztalos, bármi lenni. Na most ez a rendszer ezt egyszerűen nem engedi meg neki. A rendszer alapvetően hatalmi eszközökkel integrálja az országot, úgy, ahogy a Kádár rendszer is integrálta, és ezért minden hatalmi kérdésé válik a legapróbb kérdések is. És azonnal a legkisebb ellentmondás pillanatok alatt rendszertagadóvá válik. És persze ez a Fideszbe is félelmet kelt. Tehát a Fidesz állandóan abba ütközik bele, hogy valahol követelnek valamit, és két pillanat múlva elkezdik üvölteni, hogy Orbán takarodj. Meg még ennél csúnyábbakat is, amiket én nem veszek a számra. És a rendszer azt gondolja, hogy ő egy százalék, egy százalék, egy ezrelék esélyt nem adhat az ellenzéknek. Mert ha jö, győz az ellenzék, akkor újra rendszerváltást mond, és tényleg ezt mondja. Egyszerű többséggel mindent Fideszes, lesöprünk, leváltunk meg minden, ezért a Fidesz meg úgy érzi, hogy feljogosítva van arra, hogy újabb területeket foglaljon el, újabb területeken fenyegessen. És így aztán... Ahogy a Virágelftárs mondta, ugye a tanúban a helyzet folyamatosan fokozódik, fokozódik, és egyre gyorsulóan. Tehát még csak azt sem lehet látni, hogy lassulna, hanem egyre gyorsulóban megyünk a még polarizáltabb szervezet felé. Ez a latin-amerikai forgatókönyv, hogy mindig rendszerváltásra van szükség. Mindig az ellenzék mindig ki akar lépni az előző rendszerből, de aztán inkább beleül, és, és működteti azokat. Tehát, hogy és, és a két. Töm, a társadalom két nagy tömbjének a szembenállása, az mindig csak fokozódik, és mindenki abban érdekelt végső soron, hogy ez véletlenül se szűnjön meg ez a ki lehet, ebből lépni? Ki lehet ebből lépni, tehát ki lépni, de ahhoz szerencse is kell, meg sok-sok meg, meg minden. Itt van a szomszédos Ausztria és Németország. Az 50-es években száz szabályos könyvtárnyirodalma volt, hogy ők autokrata, születetten autokraták, a politikai kultúrájuk reménytelen, állandóan az újabb... Hát az elég nagy trauma kellett nekik. Hitt, azért. De, 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 de azt ezt. akarom mondani, hogy ki lehet belőle kigyógyulni. A, ami, ami különösen érdekes az én szakmámat illetően, Ausztriában ugyanaz az alkotmány volt a két világháború között és most. Tehát a 20-as alkotmány van most is hatályban. Persze apró, de nem lényegbevágó módosításokkal. És a két világháború között ez a dolog szabályos. A végén már ágyúval lőttek Bécs utcáin, ami hihetetlen. Ugye Bécsnél civilizáltabb, udvariasabb, ha úgy tetszik, unalmasabb város nincsen. Na most ennek a Bécsnek az utcáján a végén ágyúval döntik el a polgárháborút. Már jóval Hitlerről, ez ezt nem Hitler csinálja, hanem maga az osztrák jobboldal, a feketék, keresztén-szocialisták, keresztén demokraták meg az szociáldemokraták. Hatalmas, véres tüntetések vannak. Van olyan tüntetés, ahol 94 halott van. Akkor még nem tudtak rendesen tömeget oszlatni, egyszerűen durlőttek. Uh, és ez, ez teljesen megváltozott. Olyan konszenzuális demokrácia lett belőle, ami a megint világrekord volt a proporccal, a minden. Ha valahova kinevezünk egy feketét, akkor egy vöröset máshova, de akár egy iskolában. Uh, tehát változhat ez a dolog, nem eleve rendel, de tény, hogy traum, borzalmas trauma kellett hozzá, ugye egy világháborús vereség. De a siker is. Tehát az a siker is kellett hozzá, hogy 55-re, 60-ra a német márka bizony, olyan dolgokat elért a német turisták számára, amit a Wehrmacht tagjaként esetleg nem tudtak elérni. Tehát a siker is kellett hozzá. Tehát nem eleve elrendel, de egyenlőre nem látszik annak a jele, hogy mi ebből ki tudnánk törni. És mikor az, ellenzék az állandóan beszél arról, hogy ha ő győz, akkor vége a polgárháborúnak, de rögtön azt tételezi fel a szövegében, hogy a, ami, amit most Fidesznek hívunk, az sublimálódik. Az egyszerű eltűnik a világűrbe. Mint ha nem is lett volna soha. Most ö, én ö, el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor eltűnik, bár, ö, bár ezt nagyon kevéssé tudom. Tehát nagyon, nem tartom lehetetlennek, de egyáltalán nem tartom valószínűleg. Hát a akkor már is marad. Marad, marad, és küzdeni fog, amíg létezik. Ez a, ez a legvalószínűbb forgatókép. Tehát nem fog sublimálódni a Fidesz, de egyáltalán az a helyzet, az egyik kérdésben benne volt, és nagyon egyetértek vele, hogy az ilyen, ilyen olyan országokban, mint mi vagyunk, de, de most már a, a nyugat magországaiban is van egy él, éles ellentét a mintakövető nyugatos politika és a nemzeti szuverenitást követő politika között. Na most ez a politika Orbánnal vagy anélkül itt lesz Magyarországon. Hiába győz az ellenzék, nem fogja ezt, nem fogja eltüntetni. Ez előbb-utóbb áll ez a politika, akár nagyon gyorsan, ugye, ha belegondolunk, az Antal kormány után egy pillanat időre hatalmas lyuk támadt, 72 százalékos többsége lett a baloldali blokknak, és 95-re 5 frakció volt az ellenzékre oszolva. Még rosszabb volt az ellenzék helyzete, mint négy évvel ezelőtt. És két pillanat alatt a Fidesz átvette, betagolt, és 98-ban már tönkreverte, úgy tetszik, a hatalmas baloldali blokkot. Tehát Egy írtó gyors a két lehet. Két év alatt, igen, mert 96 körül. 96-ban indult el a dolog, és 98-ban már átvette ugye. a hatalmat. Szóval egyszerűen gyerekmesének tartom ezeket a történeteket, amit a Fidesz eltűnéséről, meg mi egyébről mondanak, mármint az ellenzéki koriferusok. Egyszerűen a félelemem az, hogy, hogy ezek egy tábornak az igazságai, és, és a legnagyobb kárt ez a szembenállás okozza ennek az országnak, ami most már 30 éve tart. Nagyjából a taxis blokkád óta csak előre megy, visszafordít. Tényleg végig lehetne vezetni, hogy ki hogyan kezdte, de nem sok értelme van. Be kéne fejezni ezt a dolgot, de hogy hogyan lehetne befejezni, annak a nyomait se látom. Sőt, ellenkezőleg egyre hevesebb és egyre erősebben működik ez az angyal ördög dolog. Hogy én vagyok az angyal, mindenki más ördög. Most ebbe szerintem rengeteget segíthetne egy valódi polgári sajtó, aki tud távolságot tartani a saját tábortól. És tudom, hogy ez is egy naív dolognak számít. És ez is szembe menne a világ szintén, még mindenne. a, a, a amerikai sajtóban olvastam, a minap egy vezető elméleti embert, egy egyetemi ember mondta azt, hogy, hogy ugye az amerikai lapoknak azért ott van a régi nagypolgári újságírás etosza, hogy objektívnek kell lenni, függetlennek, táboroktól eltérőnek, és azt mondja, hogy hát állandóan lepleződünk, mert nem vagyunk se objektívek, se függetlenek, föl kéne vállalni a demokrácia, meg a régi intézmények védelmét, akár agresszíven, és le kéne mondani ezekről az objektív egész dologról. Csak hogy mikor olvastam, az elsőre elgondolkodtam rajta, de rögtön az jutott eszembe, hogy Magyarországon épp ez a baloldali sajtónak úgy tetszik a hivatalos küldetése, pedig ez valójában az én szememben bizony egy polgárháborús sajtónak a dolga. Tehát ez sem megoldás szerintem ez sem megoldás. Sőt, azt mondom, hogy az a régi racionalitás fogalom, hogy elkülönítjük a tényeket, az érveket, lehetőleg szenvedély meg érzelemmentesíteni kell az újságírást, hanem tárgyassá kell tenni, amennyire lehet. Mert a, hogy mondjam, a közös valuta az a ténytisztelet, meg az észtisztelet. Azt teszi, az, azt teszi a véleményeket összemérhetővé. Ha mindenki fölmutatja az identitását, tehát fölmutatja a saját, úgymond értékeit, vágyait. A másikon fölháborodik, akkor ezek, ezek a fölháborodások, gúnyok, mindenféle, ezek puskacsövek és ágyuk lesznek. Akkor tudnak kommunikálni, hogyha van egy közös nyelv, ha úgy tetszik, egy közös valuta, ez pedig a ténytisztelet, meg a felvilágosodásból származó racionalizmus. Most ettől távolodott el tényleg az egész világ sajtó, de, de hát ott, hát vannak, nem a ott világ, van, az egész közvélemény. Az egész közvélemény. Ugyan, ugye, az a, egész közvélemény. Mi talán elsőként írtunk Martin Gary nevű volt CIA jellemzőnek a hát vég, Ső soron profétainak tűnő, ma már profétainak tűnő könyvéről, mert még 2010 előtt jelent meg, és ami Amerikában azóta történt, az szinte szó szerint az ő jóslatai szerint. Ez a Revolt of the Public, The Crisis of Authority című könyv, ami hát pont azt írta le, hogy a társadalomban hogyan ö, szűnt meg ezeknek az intézményeknek, mint a sajtónak a... A, a funkciója, hogyan, hogyan szűnt meg tulajdonképpen az a fajta tekintély és tisztelet az irányukba, ami addig az amerikai társadalom egyik alapjának tűnt. És ezt fejtegette, és hát itt a technológiai változásokra vezeti ezt vissza valamilyen szinten, de hogy tényleg egy olyan erős társadalmi változással állunk szembe, amit mindenki teljesen értetlenül néz szerintem. Uh -huh. És hát kapkod, próbálkozik minden évvel amit... A, a Gallup nagy, az 50-es évek legeleje óta mér, mérje a Bizarre indexét a sajtónak. És a legelején ez 80 pont körüli volt, a, aki nagyon bízik, vagy vagy legalább bízik benne. Aztán a, 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 a vietnámi háború idejére 70 valamennyire csökkent, de akkor voltak olyan pillanatok, a, a pentagor papíroknak a, a, az idei idején, vagy a Watergate ügyén megint fölemelkedtek szép magasra ezek a számok. Akkor például a legfelsőbb ítélet is kimondta, hogy a sajtó az nem a hatalomé, hanem a népi a közvéleményi. És, és attól kezdve elindul ezzel a polarizációval párhuzamosan egy hatalmas leépülés. Most az a szám, ami 70-80 volt egy 30-40 évvel ezelőtt, 30 valamennyi. És ami különösen kísérteties benne, és a magyar helyzetre rémesen emlékeztető, hogy viszont teljesen polarizált a közvélemény pártpolitikai megalapodottsága alapján. A demokraták 60-valány százalékban bíznak még a sajtóban, a republikánusok meg csak 10 százalékban. Igen. A republikánusok szerint a mainstream sajtó az a hazugságnak a, a, a hazája, a szemétségnek, a gyalázatnak, a romlottságnak a világa, mintha Magyarországot hallaná és látná az ember. Sőt, a republikánus politika igen gyakran azt mondja, hogy a közvetlen, a valódi ellenfél az nem is a, a, a demokrata párt, azt le tudná győzni, hanem a, 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 a mainstream sajtó, mintha Magyarország ott hallanánk. Na most én, engem a dolog, a technikai dolog is változtatott. A régi sajtó valójában egy arisztokratikus intézmény volt. Tehát egy beléptető kapu, ahol az elitek írtak az eliteknek. Tehát kellett hozzá egy kultúráltság, akkor nagyon kevesen jártak még igazán egyetemre, a, 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 amikor voltak ezek a magas intézmények, 10 százalék járt még csak az Egyesült Államokban, és az össz népességnek 4%-a volt egyetem, az 50 évekről beszélek, egyetemi végzettséggel rendelkező, most 30-nál is nagyobb. Tehát És az, hogy mi lesz hír, azt igen, nagyrészt az elitek döntötték el. Akkor is voltak bulvárlapok, aztán nem sokára tévé is ugye a tömegtév inkább a 60-es évektől volt, de az, 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 hogy mondjam, a madárfejű lajcsikáról akkor is írtak, de azt mindenki tudta, hogy nem kell komolyan venni. Az egy ilyen kvázi szórakoztatóipar volt. Tehát a, 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 a a minőségi újságoknak meg kellett valamelyest felelni a lapoknak, és ezt mindenki elfogadta. És a döntő elem a polarizáció hiánya volt szerintem. Én félek, hogy ez a válság nagyon hasonlít a két világháború közöttire. Tehát ez az irracionalitás mennyiség. Ha úgy tetszik a nép, a, 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 az átlagemberek betörése, ugyanezt történik a két világháború között, a régi tekintélyek elveszése, új erőknek a megjelenése. Én, én, egyáltalán nem voltam sose Lukácsista, de mégis Lukács nagyon szellemesen azt mondta, hogy az észtromfosztása. Na ez, ez, ugyanaz, ez az Észtrom Hát vagy a, a híres fosztása. Thomas Mann ő beszéd a, a fasizmus ellen, a tömegdemokratikus bódécsengettyűzés, vagy valamilyen, ugyan szintén erre utalt, hogy a tömegek lázadása és betörése a politikába, a, a, és ez a, 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 milyen ahogy borzasztó. egy másik borzasztó, a tömegek, 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 lázadása címe jelent meg. Na most az az sem hogy ilyesmi történt, és jelentős részben ez az internet forradalma. Tehát az internet, az, az, internet már a hétköznapi emberek nyelvén íródik, és nem, nincs beléptető kapu. Tehát bármiből lehet hír, bármiből lehet igazság, és az az igazság, ami az előítéleteimnek megfelel. Az egyik kedvenc példán valahol amerikai sajtóban olvastam, hogy egyszer egy nem trumpista ember azt írta, hogy egy rendezvényre oda csődítettek, fizetett embereket buszokkal hoztak egy Clinton-né, Clinton asszony rendezvényre, és ez milyen csúnya írja. És akkor ez végig szaladt az interneten, 65 millió lájkot like kapott, maga a Trump még elnök jelölként is hivatkozott rá, aztán két nap után rájött arra, hogy ez nem így volt, hanem egy nagy társaság hozta össze az ügynökeit, tényleg buszokkal, és tényleg sokan voltak, csak nem volt köze csak a mintagaszanyokhoz, igen, egy másik rendezvényre. Ezt is leírta, és elnézést kért mindenkitől, és leírta, hogy ő nem is szeretett like. tulajdonképpen. 45 ezer volt. Kit érdekel? Nem, nem egy előítéletet előzött aztán ott van egy másik dolog, hogyha a sajtó nem különíti el élesen a tényeket, véleményeket, a szokott, ha úgy tetszik, arisztokratikus módon, hanem a, hanem a humorra, meg a felháborodásra játszik. Az érzelem. Azzal vagy azonosulni tudok, vagy, vagy egy kattintással eldobom. És a magyar helyzet teljesen az, a, a jobboldali közönség nem tudja elolvasni a baloldali lapokat, a 444-et is alig tudja elolvasni. Őszintén mondom, hogy néha nekem is önfegyelem kell, hogy végig tudjam olvasni. Végigolvasom, de önfegyelem kell hozzá. És fordítva is így van. A, a, a baloldali közönség meg a három szó után egyáltalán megnyit egy jobboldalit, nem tudja tovább olvasni. Na most ez, ez, ez az az igazság végzetes. Tehát, ö, tehát kellene valami közös fordítókorog, ö, a, 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 a régi mainstream sajtó azt próbálta elérni, nem kell velem egyetérteni, de legalább beszélni tudjunk. Most állítom, hogy a kezdet-kezdetén ez még a taxis blokkát előtt jobbára megvolt Magyarországon. Tehát én például József fel tudtam beszélni, mármint a tisztelet meg a megbecsülés hangján, de aztán ez teljesen kicsúszott minden, és mondom, nem csak nálunk, hanem, hanem minden. Én különösen ezért érzem problematikusnak a magyar helyzetet, és nem olyan egyszerűnek, mint ahogy az ellenzék tárgyalja, mert ez minden itt-ott van, és a félelmem az, hogy ezek a bajok, ezek Ezeknek nem a végén vagy a közepén vagyunk, hanem Isten igazából az elején. Tehát most látszik a régi lebomlása, és nem látszik még, hogy mi lehet helyette. Most ennek ellenére én hiszek a nyugatos megoldásokból. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez a nyugat végső. Minden magas kultúrának egyszer vége van, de nem hiszem, hogy most lenne a nyugatnak vége. Tehát ilyen válság volt már a két világháború között, és egyébként a francia forradalom táján is volt ilyen válság. Sőt, hát az én egyik kedvenc példám az, hogy a egyébként a magyar nemzeti romantikára oly nagy ö, hatással lévő Johann Gottfried Herder 1769-ben írtam el a, ezt a nyugatalkonya dolgot, ugye, hogy itt vége, majd jönnek a szlávni. innen van ugye a Herder jóslat, ami az összes nagy nemzeti költőnknek az alap élménye és, és és ihletője, hogy majd jönnek ezek a nagy szlávnépek, akik még igazán vallásosak, és elsöprik ezt a nyugati dekadens világot, és ugye az orosz nacionalizmus is erre épít, Herder óta, és hát lám azért a nyugati kultúra azóta elért egyet-mást, a szláv kevésbé, illetve hát annyiban, amennyiben átvette a nyugati intézményeket, meg eredményeket. Uh, uh. Szerintem a saját világukra nézve jelentős sikereket érnek el, és a saját kultúráikra nézve jelentős eredményt érnek el. Most volt a száz éves évfordulója a kínai kommunista pártnak. És igyekeztem elolvasni sok-sok mindent. Tehát elolvastam nyugati recenziókat, elolvastam nyugatra kivándorolt kínaiaknak a szövegeit, meg próbáltam kínait is olvasni, a google fordítva a kínai Igen. kommunista szövegeket is. Nagyon jól fordítanak nagyon a jó, na, programok a, most a, a, már kínaiban. Ugye, ugye a kínai betűket is egész szépen, én, én is ide hát, tudtam. érthető volt az egész szöveg, és, és de egyfelől nagyon értelmes volt, másfelől megrázó volt a szöveg. Nagyjából azt olvastam ki belőle, hogy a kínaiak azt mondják, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagy hatást gyakorolt rám az egész, hogy uh... Kína és Oroszország az, az nagyjából egy szinten volt uh, 90 körül. Oroszok meg a Szovjetunió megelőzte Kínát bruttó termékben minden, sokkal, minden, minden, minden a, 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 kínai forrásban, nem néztem utána, azt írta, hogy 3 volt a Szovjetunió részesedése a világ összes bruttó a kínai kettő. Tehát úgy tetszik 50 kal Hát csak a kínaiak tízszer többen voltak már akkor. Tehát... Így van. És, és, azt, mondják, azt mondják a kínai kommunisták, hogy Oroszországot a nyugat másolása tette tönkre. Azt, hogy beenged engedték ezeket a, a Gorbacsov beengedték a nyuga jelcím, meg mi egyéb. Ők, ők bezeg, és az egy, a legfontosabb hősítetnek azt mondja a kínai kommunista párt saját magáról, hogy Tiamenen téren ezt megállította. Tehát részint föntartotta, föntartotta, most nem azt mondom, hogy én mit gondolok róla, hanem azt mondom, hogy mit mondanak a kínai Hát Kína is a nagyon nagy részt a nyugatot tulajdonképpen. De, de, de sose engedte be például, hogy közvetlen tulajdon szerezzenek egy az egybe hatalmas arányban a cégek. Tehát, nem, ellopta a technológiát e egész e e, meg, Nem, meg, meg bedolgoznak neki. Tehát mit tudom én, a, a világ egyik legsikeresebb cége az eplő de ő nem csináltott leányvállalatot Kínába, vagy kicsiket csinált, de a nagy beszállítói, meg a, akik összeszerelik a dolgokat, azok kínaiak. Meg, a, 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 ők szerelik össze, a lényegében az egész Kínába készül, de a kínaiak azt gondolják, hogy jóval több forrás jut hozzájuk. Tehát, hogyha maga közvetlenül csinálta az még rosszabb fizetést adott volna a kínai munkásoknak, és erre van kelet európa tapasztalat. nagyjából az az állításuk, tehát a Szovjetunió megelőzte őket minden tekintetben, most pedig Oroszország 200%-át adja a világ összes az egy termékének Kína meg 18 -at. Tehát, hogy, és azt képzelem, hogy a kínaiak lényegileg összekötötték a régi négyezer éves kultúrájukkal a mostani egypártrendszert, és a hivatkozásaik is ezek. Tehát egy csomó maoista, számomra sztálinista típusú hivatkozás volt a szövegeikben, egyfelől. Másfelől a négyezer éves hierarchizált, szélsőségesen központosított világnak az újra feltámasztása, illetve éltetése. Az ő logikájukban Kína van, vagy ilyen van, és ennek változik az ideológiája, vagy káosz van, és jönnek a külföldiek. Először ezek a lovas népek, akik állandóan betörnek Kínába, utána meg a japánok. Nincs közbűső út. Most azt hiszem, hogy ebben a magyarázatban sok uh, valóság elem van. A valódi kérdés az kettős. Az egyik, hogy uh, a Kínában irányított kapitalizmus van. Tehát ez más kapital. Az állam a végső döntéshozó. Az állam bármikor azt mondja egy cég tulajdonosának, hogy ennyi volt. Add le a tulajdonodat. Most már te ugyancsak 38 éves, de húzódj vissza a magánéletbe. Most több nagy tulajdonoson ez előfordult. Csinálja alapítványt 6 milliárd dollárra. És azok mind-mind azt mondják, hogy parancsértettem. Tehát egy hierarchizált világ van. A kérdés az, hogy, hogy a, a a világot nem az apró változások változtatják meg nagyon, hanem az ilyen nagy, az életet is megváltoztató, nagy technológiai változással induló, de valójában mindent átfogó mozgások. Az utolsó ilyen a számítástechnika, az internet, okostelefon, mi egyéb volt. Most ezek a dolgok, ez, ez egyértelműen a nyugatról indult ki, nem az állam szervezte. Kis cégek voltak. A Microsoft is, az Apple is mind-mind aprócska cég volt. A nagy sztár, a kék óriás az IBM volt aki professzionálistáknak csinálta a számítógépeket, hetekig, évekig, hónapokig kellett tanulni a bonyolult programnyelveket, mi Nem annyira a technológiát találták ki ezek a kis cégek, hanem azt, hogy az átlagemberhez vigyük el a számítástechnikát. Hogy klikkelni lehessen, egy, néhány óra alatt meg lehessen tanulni az alapjait, és fölforgatták az egész világot. Én már elég idős vagyok hozzá, hogy emlékezzek, hogy mi volt előtte. Hogy hogyan lehetett érintkezni, hogy mennyire nehéz volt minden. Teljesen fölforgatták a világot. De nem az állam mozgatta ezt, nem a központi bizottság döntött erről, hanem a autonóm spontán mozgások. Kis garázs cégből lett, és körbe 20 év alatt megfordították a világot. Tényleg megfordították. Most Kína képes-e ilyesmire? Erős a gyanúm, hogy nem vagy alig. Ehhez, ehhez, valódi versengő kapitalizmus kell. Ez az egyik, amiben szerintem a nyugat fölényben van. És még mindig fölényben volt. A másik, ez a parlamenti váltógazdaság. Tehát a Kína állapota tényleg az, amit a kínai kommunista párt mond, hogy vagy egybe van fogva, hierarchiával mi egyébben, és akkor van egy nagyon magas kultúra, ami közben alig változik. A kínaiak Körülbelül 2000 évig egészen a, a 19. századig, mikor jól ment nekik, tehát nem volt káosz és válság, alig változott a termelői kultúrájuk, mi egyébként, Alig volt növekedés. Egy okos közgazdák kiszámolta, hogy 2000 év alatt még egy ezreléket sem ért el az éves növekedés. Most ugyanez volt a nyugaton is a kapitalizmus koráig. Tehát lényegében nem volt növekedés, vagy csak nagyon-nagyon apró, és nagyon, szinte észrevéthetetlen. Mindenki úgy élte, hogy a dédapja és a kapitalizmus a hirtelen megváltozott. Egyszerre lett előbb két, három, aztán öt, hat, igazán betörő új felzárkózó országoknak akár 10%-os növekedés. Tehát az utolsó 200 évben ez a kapitalizmus sokkal nagyobb fordulatot hozott az emberek életében, mert előtte sok száz év. Na most ebben óriási segítséget adott a politikai váltógazdaság, hogy szavazó cédulával, politikai versennyel, forradalom, rendszerváltás nélkül Viszonylag békésen lehet elzavarni rossz politikai életeket, lehet korrekcióra, önreflexióra készíteni. Ennek a hierarchizált rendszernek egy állapota van, a mindent egybe tartok, vagy a semmit se tartok egybe, és káosz állapota. A, a, a nyugati rendszereknél is van válság, de ez a teljes pusztulás, ez a teljes szétesés, amiben Kína jó párszor beleesett, ez, ez, ez kevéssé van. Tehát azt képzelem, hogy ezek az eszközök, most válságban van az egész, de az eszközök lehetővé teszik, hogy akár hosszabb el tudom azt is képzelni, hogy 20-30 évig is eltett ez a válság. A két világ háború között nagyon sokáig tartott, és nagyon csúnya időszakok is voltak. Tehát 40-ben úgy nézett ki, szerintem 1940-ben komolyabban lehetett azt képzelni, hogy itt a nyugat alkony, amikor Hitler ott masírozott a, a, a Sanzelizén. Már ő maga nem, ő csak éjszaka látogatta meg Párizt, és a szent helyeket valami hatórán át, operát meg, ilyesmit végigjárta, de a katonái ott mentek, akkor olyan erősebb állítás volt, hogy vége van a, 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 a nyugatnak. Még a franciák is elhitték ezt a, ezt a dolgot, de az, az a gyanúm, hogy a, a nyugat most nagyon komoly válságban van, lehet, hogy még romlan is fog a helyzet, de vannak olyan eszközei, amivel megoldhatja a, a, a gondjait. A, a, a mi országunkkal meg az a baj az én fejemben, hogy különféle okok miatt sok, a legtöbbször nem a mi döntésünk alapján, hanem a helyzet döntése alapján mi valahogy mindig úgy találtuk magunkat, hogy az angol száz világban az ellenkező oldalon voltunk. Így volt ez az első világháborúnál, a, a, aztán a második világháború, aztán a szovjet blokkkal a hidegháborúban, és most is negyedszer fogadunk, ha úgy tetszik, az Egyesült Államok meg az angol száz világ ellen, és sose jött be ez Eddig a 03 ra állom. Igen, 0-3-ra. A nagyon hangsúlyoznám, hogy főleg az utolsó kettő már nem a szabad választásunk volt. Sőt, a, az orosz választás, és senki nem akarta igazán a kommunistákat leszámítva, hogy mi a szovjet keveredjünk. Sőt, a kommunisták rendesebb része se akarta azt a durva kommunizmust, ami aztán lett belőle de, de akárhogy is, mi az ellenkező térférre e, e, kerültünk, és írtózatos árat fizetett ez az ország érte. E, e, újra és újra. És a, a, sajnos azt is mondanom kell, hogy az igazán fontos dolgok, azok nem nálunk dőlnek el. Ezek a dolgok se nálunk dőltek. A trianon se a mi közvetlen életviszonyainkba dőlt el, hanem mi ugye a németek szövetségesei voltunk. Itt a közvetlen térségben minden ellenfelét legyőzte a monarchia a német segítséggel. Ugye bevonultunk, Belgrádba bevonultunk, Bukarestbe az olasz frontot is egészen. Velencéig nyomtuk, Oroszország összeomlott, úgy nézett ki, hogy győzni fogunk. nem német segítséggel. Tehát ez alapvetően nem is az osztrák-magyar-mondarjel. az olasz fronton bár, nem sokra jutottunk a németeknél. Nélkül, nélkül, amik... de, de, de német, német, német szövetséggel német. győztünk, de aztán a németek a nyugati fronton. Olyan messze, amit át se láttunk, nem tartozott ránk, a britekkel, de főleg az amerikaiakkal szembe alul maradtak, és mi is alul maradtunk. De hogy friss példát hozzak, a 89-es átmenet, és ott, ott izget, mozgott mindenki, én magam is. De hát a döntő az egy láncreakció volt. Mi a láncreakció elején voltunk, tagadhatatlanul, és úttörő szerepek is voltak. De hát itt három-négy hónap alatt összeomlott. Mi? Nem, abszolút nem. Ez egy világméretű mozgás volt. Na ez is az. Tehát nagyon hangsúlyoznám, hogy a végső nagy dolgok, azok nem nálunk fognak eldőlni, hanem ezekben a világméretű mozgásokban, de aztán, hogy ebben hogyan szereplünk, az már nálunk. Tehát a, a, a dolga is, hogy olyan csúnya lett, és annyira rossz lett, abban a jócskán benne volt már magyar felelősség. E, és ugyanezt gondolom, tehát, hogy a 89 után, szerintem nem annyira 89-ben ment félre az ország, hanem utána ezzel a hidegpolgárháborús dologgal. Tehát utána már igen, rajtunk is múlott, tehát egyáltalán nem lebecsülni akarom a, a magyar mozgást. De, de azt a dolgot. Sokkal többre se jutott senkinál. Uh, így van, talán az észteket kivéve. Uh, így, vagy vagy átmenetben. De ott boldog. is, persze, hogyha megnézzük történelmileg, ott is megvan a maga. Oka. Uh, így van. Uh, tehát az az igazság, hogy mindent egybevetve ez a 30 év meglehetősen átlagosra sikerült Magyarországon. Voltak voltak mikor az átlagnál jobbra, és voltak mikor az átlagnál sokkal rosszabbra. Sőt, többet mondok, ez a 30 év a legrosszabbul a Európában a délieknek sikerült. Tehát, hogyha Olaszországot veszed bázis, Görögországról ne is beszéljünk. Én még találkoztam a görög miniszterelnökkel annak idején, és a számomra eléggé kioktató Rándor azt mondogat, hogy rengeteget tanulhatunk Görögországtól, és mennyire előttünk van Görögország. Görögországot már rég megelőztük. Mi ezzel a rossz teljesítménnyel. Nem sokára, valamikor mostanában a Portugáliát is megfogjuk. A csehek azok most előzik Spanyolországot, és ha így mennek a dolgok, nem sokára Olaszországot is megerőzik. Tehát ez, az, ez a 30 év nem a mi térségünknek sikerült a legrosszabbul, ez megint egy magyar tévedés, hanem a délieknek. Tehát, hogyha Olasz, a, a Görögország, Olaszország, Spanyolország a bázis, hatalmas felzárkózási teljesítményünk van most a térségnek. Sőt, horribile diktú a térség egészének még a legjobbakhoz is komoly felzárkózási teljesítménye van. Azt lehet mondani, hogy egész Európa bajban van, és vannak, akik sokkal rosszabbul jártak ebb. Tehát ez a kínai kihívásra, a kínai, kínai indiai és a fejlődő, a, a délkelet ázsiai feltörekvésre, ami a döntő ok volt a mi bajunkban egyébként. Tehát 89-ben kinyílt egy kapu, csak hogy ugyanez a kapu kinyílt Kínába, Indiában is, és ők versenyképesebbek lettek a nagy tömegekkel, olcsó munkárével, mi egyébben, és a kapu félig be is zárult. Nem rajtunk múlott a lényege. De a térség egyáltalán nem szerepelt annyira rosszul, mint ahogy a magyar legendárium mondja, és a magyar szereplésben vannak jobb időszakok, és vannak rosszabbak. Ez az utolsó öt év, most a pandémiát hagyjuk, az egy bonyolult ügy, arról esetleg külön lehet beszélni, de, de négy, 2014 és 2019 között átlag fölött ilyen teljesítettünk, a térségben is átlag fölött ilyen, és volt, mikor átlag alatt ilyen. És, és meglehetősen hasonlítunk a térségországaihoz. Ez a Mína például ha egy OECD statisztikát láttam például az egyszereplős közbeszerzésekről, amit általában korrupciójelnek szokták tekinteni. Nem nálunk van a legtöbb, hanem a cseheknél és a lengyeleknél egy OECD adatbázis szerint például. Tehát még ezekben a dolgokban is szerintem mindent egybevet a Romániában, de akár Szlovákiában is feltétlenül nagyobb a politikai korrupció mennyisége. Szlovákiában szabályos álmokfutás van. Ott egy ilyen kompromat rendszerben egymást írtja ki a politikai elit. Ott rendőr főkapitányok lettek, öngyilkosok kerültek, maffia vád alá. A, a, korrupció ellenes főügyész... A Szlovákiában már 90-től, ugye? Tehát, hogy belegondolunk, amikor ugye 90-ben a Horn kormány bukásának egyik oka például ugye a közbiztonság romlása volt, amikor voltak ezek a nagy maffia ügyek, leszámolások. Abban az időszakban például Pozsonyba volt olyan nap, hogy, hogy, több tucat robbantásos merénylet Volt meg lövöldözés, újságírókat gyilkoltak meg, ugye most legutóbb Szlovákiában is, tehát, hogy, vagy Szlovákiában pont a, a, a ő adta meg a kegyelem döfést az egyébként bombabiztosnak látszó Ficó rendszernek, vagy Ficó kormánynak, de Szóval a, 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 szlovákoknál egészen érdekes, szélsőséges néha, néha, helyzet, és utána billen egy Európa barát nyugatos verzióba utána át, tehát hogy ott, hát sokkal nagyobb amplitúdóval mozogtak. A... Isten igazából egyszer billen, akkor viszonylag tartósan több ciklusra Zurinda kormányjal, amikor megerőzte Magyarországot. Igen. Tehát akkor volt egy, egy nagyon széles nyugatos koalíció, tehát a baloldaliak, jobboldaliak, minden csodák benne voltak, de azok, az szinte nyom nélkül eltűnt. Tehát részben korrupciós vádak, a pártjai már legalább egy sincs bent a parlamentben. De a Szlovákiában sokan azt mondják, hogy az Urinda kormány, illetve az azt követő kormány sem tudta igazából a mecsárizmus infrastruktúráját felszámolni, vagy azt a működési modellt, ahogy szóval. Maga az Urinda működik. is egy szomó korrupciós vád alá esett, és a pártjait meg lényegileg eltüntette a szlovák politika. Na, ha valahol állandóan jön ez a, ez a ez a megváltó, aki, aki népbarát, aztán el is tűnik, az éppen Szlovákia. És most szinte csupa ilyen politizál egymással, és ott aztán... És ott viszont nagyon gyorsan, nagyon könnyen jönnek új pártok, például, ellentétben a magyar Egy -egy helyzettel. Egyik pillanatról a más másik, el tűnik, 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 tűnik. is Így van. Tehát körülbelül ezt képzelném, hogy mindent egybevetve eléggé átlagos a magyar teljesítmény, jobb-rosszabb időszakokkal. Egy biztos, hogy viszont a mostani rendszer, mármint az Orbán rendszer, az egy különösen jellegadó teljesítményt jelent. Tehát olyan jellegadó teljesítményt, amivel valószínűleg Ennyit a nyugati világ még soha nem foglalkozott. Egy-egy pillanatta foglalkozott jóval többet. Az 56-os Magyarországgal arra 3-4 hétre ennél aránylagosan többet foglalkozott. De tartós rendszer még ekkora világméretű visszhangot, mint amit az Orbán rendszer kapott, ilyen még nem volt a magyar történetben. Hát a dolgozott is rajta. Részben ő az maga irányba. csinálta, részben a helyzet. Tehát én azt, azt láttam, hogy az elején úgy érzékelték az első öt évben, nagyjából tizenötig, hogy, 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 ez egy távoli kis országnak a baja, ők fogják ezt megfizetni, és csak egy kuriozomként érdekes. De, de amit előbb mondtam, ugye a, a, a Trump a Brexit ügyjel egyszerre kezdték azt gondolni, hogy rólunk szól a dolog, és egyre erősebben. Az utolsó két évben pedig már rendkívül erősen. Tehát a legváratlanabbul belpolitikai beszélgetésekben is előjön Orbán Viktor neve és egyre inkább elismerik a tehetségét ebben a dologban, ugyanakkor meg a nyugat legveszélyesebb kihívójának tartják. A tehetsége, innovációja minden csoda miatt. Én, én alapvetően azt képzelem, hogy az Orbán rendszer egy válasz erre a válságidőszakra, ami az egész világot érinti, ha úgy tetszik erre egy kreatív válasz, a magyar politikai elit már megint felmutatja, hogy tehetséges politikát. Ez egyébként korábban is így volt, általában a külső megfigyelők így gondolták. Tehát a kiegyezést is nagyon kreatív és sikeres dolognak tartották. A Velünk nem nagyon ellenségesek, a, a Betlen rendszert is ilyennek tartották. Ugye Kádár Jánosnak elképesztő, jó, a végén elképesztő jó sajtója volt. Valami, most nagyon rossz a sajtunk, és nagyon rossz a megítélésünk, de a kreativitását a rendszernek nem tagadják ma már az egésznek. Tehát ha úgy tetszik, megint a trend elején vagyunk, a trendindulásnak az elején vagyunk. Egy csomó példateremtő erő van, de ez a válságidőszaknak az egyik lehetséges kormányzati megoldása. Tehát a válság idején akar teremteni mégis kormányozhatóságot. Amint, amint vége van a válságnak, a, a múlt árnyékává válhat. Tehát ahogy a, ahogy a horti rendszer is, az, a, hogyha mi nem kerülünk be a szovjet zónába, a, a, a horti rendszer ugyanúgy valami, valami rég, ugyan közelmúlt, de valami régmúltnak múltnak, a, a letűnt rendszerének tűnt volna. Ugye ahogy Ausztriában is a két világháború közötti Ausztriának a dolgai egyszerűen eltűntek a múltnak a, a ködébe, és jött az új Ausztria, ami teljesen új alapon építkezett. Tehát erősen a válsághoz kötődött, és a válságban bizonyos pontokon szinte diadalmenet szerű ez a, ez a rendszer, és ez igen nagy erőt ad neki. Ugyanakkor, hogyha ez a probléma köteg megoldódik, ha megoldódik egyáltalán, egyáltalán nem látjuk a végét, akkor, akkor mind a szél elfújódhat ez a berendezkedés. Én láttam már ilyet. Tehát mikor kitelt, ha úgy tetszik, a Kádár rendszernek az ideje, akkor, akkor szinte kártyaválként omlott össze. De nagyon hangsúlyoznám, hogy ez most nincs így. Tehát az ellenzéki forgatókönyvek egyik gyengéjének azt érzem, hogy óriási vágyban van bennük, hogy, hogy győ, most legyőzzük a Fideszt, végzünk a, a, a Fideszel a Fidesz már menekül. Na most legkisebb módon se összehasonlít, a 89 és Orbán Viktor hisz a saját rendszerébe. Most én annak idején ott ültem szemben a, a, a kommunista vezetők, ők egyáltalán nem hittek a saját rendszerébe. Ők, ők tudták, hogy az ő rendszerüknek. Talán Kádár János volt az utolsó. Kádár János nem ismertem személyesen. A, a, az összes többi vezetőt már igen. A többiek már tudták, hogy nagyon nagy gondjai vannak a rendszerüknek, és nem hittek a saját rendszerük jövőjében. Volt, amelyik még küzdött érte, de nem hitt. Éléken emlékszem rá, amikor Grósz Károly kapott ajándékba egy hetes BMW-t. Én ültem már hetes BMW-ben, Nyugat-Európában vendégként, na hát ő ugyanúgy ült bele, mint én. Tehát világos volt előtte, hogy a Nyugat legyőzött minket a társadalmi rendszereknek a versenyébe, mikor beleült abba a heten. És az egész politikai magatartásán ez látszott. Ő is irányított kapitalizmust akart. Egy pártre, nagyjából olyasmit, mint amit a Kína. Most a Fidesz és a Fidesz elítja a, a kövérlászlótól kezdve, a többiek nagyon hisznek a küldetésükbe. Tehát ők harcolni fognak, teljesen téves bármiféle 89-el való analógia. És a mostani helyzetben ez az egyik adekvát válasz. A másik egy, egy kísérlet arra, hogy mégis legyen Magyarországon, valamiféle nem túl jól működő demokrácia. Ez a maximum, amit el lehet érni a mostani helyzetben. Körülbelül ezt képzelem. Tehát ha a győz az ellenzék, akkor uh, továbbra is mozgóháború lesz, de aztán, hogy mi lesz a vég, ezt nagyon nehéz megítélni, mert a szereplők is nagyon gyorsan változhatnak, uh, minden csoda lehet, de egy, egy, nagy, egy, egy, egy nagyon nagy kalandot jelent. De az a gyanom, hogy a Fidesz maradása is ezt jelenti. Tehát uh, ha... Igen, ha nem kétharmad, az is egy érdekes helyzet, bár szerintem attól érdemben nem lesz gyengébb a rendszer, hiszen ez a 12 év, ahogyan mondta is, ebbe a hierarchia átszervezésbe, tehát hogy egy Ormán Viktor személyhez kötődő hierarchiába szervezte át a társadalmat, ennek már az, hogy kétharmad van, vagy tehát hogy a parlamenti erőviszonyok milyenek, szerintem nem igazán fontos. Valamit azért jelent, úgy van megkonstruálva a rendszer, hogy állandóan beleütközik a saját kétharmadába. Hogyha ezen átlép, át tud lépni, de akkor le, a későbbi jövőre lerontja a saját szabályait, tehát még alkotmánybírót kell választani, meg ilyenek. Ez problémát jelent. Ezt én se érzem döntőnek, de azért nem problémamentes. Én inkább azt érzem döntőnek, hogy szerintem az a, az a 12 évnek az eddigi stabilitása az, annak vége. Tehát vannak, akik azt hiszik, hogy ha Orbán Viktor győz, akkor minden úgy marad, mint ahogy volt. Nem annyira az utolsó egy évben, hanem ami előtte volt, tehát inkább 11 évről beszélek. Tehát az a gyanúm, hogy a mozgóháború elindult, és már nem tudja visszanyomni a palackba Orbán Viktor a, a, a szellemet. Ki jött, ugye? Van egységes ellenzéki közönség, és a külföldiek visszalőnek. Őt tartják a legfontosabb kihívónak, vagy az egyik legfontosabb kihívónak a nyugati világon belül. Persze a fő kihívó Kína. A Kína sikere de Orbán Viktor ugye Kínával is parolázik, tehát részben a Kína barátsága miatt, de döntően, hogy belül van a nyugaton, és mégis mást akar, ez, 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 ezek mind-mind maradnak. Tehát azt a stabilitás szintet, amit elért Orbán Viktor az első 11 évvel, szerintem nem tudja újra teremteni. Egy kivétellel. És ez, ez, ez az újabb innovációja Orbán Viktornak. Pontosan érzi, hogyha a nyugati világban nem lesz áttörő trend az ő politikájából, akkor nem lehet tartósá tenni a magyar rendszert sem. És egy nagyon érzi ennek a kockázatait is. Ez rendkívüli kockázatot jelent. Ami, ami vár rá. Nagyon sokáig habozott, hogy mit csináljon a néppárttal. Hogy kilépjen, kizárják, mi egyéb, egy, egy, akár három évig is gondolkodott azon, hogy ezen a dilemmán, hogy mit lehet csinálni. Aztán részben szorult körülötte a környezet, részben meg belevágott valamibe, és ennek a valaminek a lényege, hogy, hogy lehetőleg rendszerűen győzzenek a hozzá közel álló erők. Először talán Olaszországban ott van a legnagyobb esélye. Ez teljesen megváltoztatná a külpolitika helyzetét. Mikor csak Lengyelország szilárd szövetséges, a többieknél is sok barátja van, Szlovéniában, Csehországban volt, és máshogy is vannak, a Szerbiában mi egyébben. De hogyha egy régi tagállam, pláne a nyugati kultúrájának az egyik ősi hordozója Olaszország, ugye Róma, Római Birodalom, Katolikus Egyház mi egyéb, ha Olaszországban áttör, az ő barátai, az őt el, a, azt is látni kell, hogy az új jobboldalnak nevezzük így. Én nem akarok semmi bántójelzét előtenni. Egyre biztosabban Orbán Viktor az egyik szimbolikus vezetője. Szabályosan ide jártak zarándokolni az európai, franciák, a spanyolok, olaszok e, e, folyamatosan. E, tehát számára e, eléggé világos, hogy ha nem lesz ebből nemzetközi trend, méghozzá viszonylag hamar, akkor a problémái csak növekedhetnek. Ha viszont nemzetközi trend lesz, akkor tartós maradhat a rendszer. Tehát legalább egy komoly országban át kell törnie, de az igazán siker az volna, ha először Olaszországban, aztán Franciaországban, aztán az Egyesült Államokban és a végig, az egész világot elborítana ez a berendezkedés. Na most azt is tudni kell, hogy azok az erők, akik, akik ezt az új jobboldalt jelenítik meg, azok eddig párjának számítottak. És most is annak számítónak dönt el. Vannak köztük olyanok, amik, ami a lengyeleknek is sok. Ott van az AFD, a német AFD, a, régi nagy német álmok is benne vannak ebben a politikában. Lengyelországban 6,5 millió németet küldöztek el. Ugye Lengyelországot ugye az oroszok szabályosan nyugatra tolták el. A cseheknél is óriási, a szudéta kérdés óriási problémát jelent. A lengyel politikának nagyon nehéz az AFD-t lenni. Tehát részben ezt a, koalíci, ezt a új tömörülést azért nehéz megcsinálni, mert vannak benne olyan pártok, amelyek, amelyek, némelyik másiknak elfogadhatatlanok. Főleg a lengyeleknek. Hát mert az oroszok az oroszokkal ugyanez a helyzet. Az, az, Orbán ugyanez. oroszokkal igen. való politika szintén elfogadhatatlan a lengyeleknek. De uh, mégis Orbán Viktor uh, valamikor, egy, uh, mondjuk egy öt évvel ezelőtt, uh, az volt a tétel, hogy a nyugat alkonya. Most már nem most újított ebben a dologban, állandóan újít, és azt mondja, hogy ő a nyugat utolsó védelmezője. Ő az igazi nyugat védelmezője. A baloldal az teljesen egy posztmodern őrületbe ment át. Most őszintén szólva, én is több ponton ezt látom. Tehát azokat a kultúrharcos témákat, névelő körüli témákat, a, a WC használat körüli témákat, az, azokat meddőnek katasztrófának tartom a, a baloldali progresszió részéről. Ez csak árthat a, a nyugatnak. De most tegyük ezt félre, Orbán Viktor úgy jelenik meg, mint a nyugat régi hagyományának az utolsó védelmezője, és azt mondja, hogy ezek a pártok, az ő szövetséges pártai fogják megmenteni a nyugatot. Ez részben csak retorikai fordulat, de az egyik döntő kérdés, hogy ezzel mi lesz. Lesz-e trend? Lesznek-e sorra győztesei? A legutolsó Európa parlamenti választáson nem törtek át, a valódi kérdés, hogy most majd áttörnek-e. Most inkább az Orbán Viktor ellenfelei győztek. Az Egyesült Államokban világosan ez történt, Olaszországban a Szalvin nem volt döntő kormányzati pozícióban, de még abból is kis belügyminiszter volt, és aztán nem lett az. Ez egy, ez egy döntő jelentőségi kérdés, és szerintem a, a, rendszer hosszabb távú jövőjét illetően egyenlőre egy mozgékony helyzet lesz, ami belátható. De a, a döntő kérdés végső soron az lesz, hogy az a trend, aminek az Orbán Viktor a bizonyos értelemben az élére állt, ez egy furcsa dolog, hogy egy 10 ország vezetője azt gondolja, hogy az élén van, de nem lehetetlen. Az Unió nem véletlenül tesz annyi luxemburgi, belga, eh, holland mi egyéb vezetőt, mert ugye egy franciának nehéz lenyelni egy olasz, egy németnek egy franciát, egy kis országban veleződ könnyebb. És tényleg trendindít Orbán Viktor. Tényleg rendkívüli tehetséggel csinálja ezt a dolgot tényleg nagyon sok nyugati párt uh, úgy néz rá ebből a uh, új jobb oldalból, hogy ő valódi uh, komoly vezető, uh, ez egy döntő kérdés lesz, hogy ezek mekkora sikert tudnak elérni. Uh, hangsúlyoznám, egyenlőre párják. A régi elitekben alaptétel, hogy ezekkel nem. Uh, hogyha ezek győzelemre állnak, vagy közel kerülhetnek a győzelemre, ez Franciaországban alaptétel, hogy akkor mindenki föllép ellenük. Uh, Németországban senki nem parolázik az AFD-vel. A netán végig is valaki olyan hírbe keveredik tartományi szinten, azt rögtön kitagadják is. Mindenféle csúnyát mondanak róla. Hallatlan kockázatot vállal ezzel Orbán Viktor, ahogy szokott egyébként. Tehát ha valaki vonzódik a mindent, vagy semmi játszmákhoz, hát akkor ő, ő az. Azt mondanám, hogy ez még az ő dolga volna, hogyha csak magáról döntene, de bizonyos értelemben az egész ország sorsát is meghatározhatja ez.